Nem volt egységes európai álláspont a migráns válság kezelésében, az európai elitet le fogják váltani az európai emberek, Nógrádi György szerint. A biztonságpolitikai szakértőt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fejlesztési ügynökség Europe Direct információs központja hívta meg egy kerekasztal beszélgetésre. Nógrádi elmondta azt is, a párizsi terrorcselekmények óta a biztonság lett a legfontosabb egész Európában. A válsághelyzet rendezésében pedig szerinte jelenleg Törökország diktálja a feltételeket. A szakértő a rendezvény előtt adott interjút televíziónknak. Figyelve a tegnapi eseményeket, Magyarország számára megnyugtató lehet az, hogy nem lesz mégsem kötelező a kvótarendszer. A válasz az, hogy igen, az alapvető probléma az, hogy a tegnapi megállapodás szokás szerint fél sikert hozott. Merkel 9 ország vezetőjével tudott leülni a 28-ból, hogy a kvótáról tárgyaljanak, a másik 19-et meg se hívták, és nem is ugajtottak egy ilyen kvótás megbeszélésen részt venni. A kompromisszum lényeg, hogy a törökök elérték céljukat, kapnak 3 milliárd eurót, emellett jövő októbertől, ha minden jól alakul, akkor eltöröljük a vízumot Törökországgal szembe, ebből rengeteg probléma lesz. És felgyorsítjuk Törökország lehetséges Európai Uniós csatlakozását. Cserébe a törökök megígérték, hogy a külső határokat védik, Európából a rajtuk keresztül beérkezett gazdasági migránsokat visszafogadják, de néhány alapvető kérdésben, mint hogy hány embert veszünk át török menekültáborokból, és mi történik Szíriában, hol vannak a közös pontok, nem született megállapodás. Ez európai szemmel érdekes lehet még azoknak az országoknak, ahol befogadásra kényszerítik, vagy akár önkéntesen is befogadhatnak a migránsokból, de Magyarország részéről ez már így megnyugtató. Ami viszont még mindig kérdéses az, hogy hogyan fognak alakulni a határok és a határoknak a védelme. Ugye az elmúlt héten már szó volt egy úgynevezett mini Schengenről, ami azért valljuk be őszintén nem lenne előnyös senkinek sem Európában. A válasz az, hogy önnek igaza van, de amióta az Európai Unió létezik mai formájában, mindig többsebességes Európa volt. Jelenleg ott tartunk, hogy két helyről özönlenek a migránsok, az egyik a török-görög vonal, ha ennek a védelmét a törökök biztosítják, akkor az ázsiai menekültek jelentős részét lehet szűrni. A másik problematikus pont Líbia, ahol az olasz miniszterelnök tavaly évvége óta azt kéri, hogy végre avatkozzunk be, és jöjjön létre egy egységes líbiai kormány, amely képes az ország vezetésére. Ma 2+1 kormány van Líbiában, amelyik erre képtelen, plusz két héttel ezelőtt az Európai Unió és Afrikai Unió közti tárgyalások egyszerűen megbuktak. És mi a helyzet Görögországgal? Olyan, mintha Görögország még mindig tétovázna. Görögországnak több mint 300 milliárd eurós tartozása van. Görögország abban indul ki, hogy akkor hajlandó a külső schengeni határok védelmére, ha pénz jelentős részét elengedik neki, erre Európa nem hajlandó. A görög tartozás kb. 40%-a megy a németek felé. Ez egyfajta taktikázás, hogy látja? A görögök abban indulnak, hogy a külső határvédelme nemzeti feladat, nemzeti kompetencia, nem akarnak senkit odaengedni, ha a törökökkel meg tudunk állapodni, akkor képletesen ki lehet kapcsolni a görögöket, de azért Görögországnak elő vagy utóbb rá kell arra jönnie, hogy úgy nem fog 100 milliárd eurókat kapni, hogy a minimumot sem teszi meg Európa védelme és biztonsága érdekében. Hogyha figyeljük az eseményeket, akkor bekövetkezett egy olyan fordulópont, amikor Törökország kulcsfigura lett az egész migráns kérdés és az egész migráns válság kezelésében Európa szempontjából is. Viszont, hogyha megnézzük azokat a hadműveleteket, amelyek most Szíria területén zajlanak, akkor Törökország olyan, mintha kettő szerepben lenne, és utalok most Oroszország és Törökország egymás közötti viszonyára. Hogyan rendeződhet a két ország közötti viszony? Olyan, mintha most elbeszélnének egymás mellett. Eddig is elbeszéltek egymás mellett. A török stratégia lényeg az, hogy Aszádot azonnal lezavarni. Az orosz stratégia lényege az, hogy megtartani, a török stratégia lényege az, hogy Törökországba azonnal egy török barát szunita kormány menjen át Szíriába és vegye át a hatalmat. Szírián belül egy területen elég komoly török kisebbség él. Az orosz stratégia lényege, hogy szabad választást kell kiírni, mert tökéletesen tudják, hogy Assad ennél nyerni. A franciák az elmúlt napokban részlegesen felsorakoztak az oroszok mögé. Az amerikai álláspont rendkívül változó, de hát Obamának egy éve van hátra. Európa elvállalta azt, hogy katonailag beavatkozik, így 1200 embert küldenek a németek. A probléma az, hogy szárazföldi hadműveletekre senki nem hajlandó.
abban indulnak, hogy ezt valósítsa meg az irak-iráni szíriai hadsereg és az úgynevezett szíriai demokraták. Itt tartunk jelenleg, tehát azt lehetne mondani, hogy a szír kérdésben a koncepciók ütköznek, meglátjuk, hogy mi lesz. Európa ebben a kérdésben nem sorakozott fel a törökök mögé, akik elnézést saját befolyási zónaként szeretnék kezelni Szíriát. Németország pedig nagyon sokáig visszakozott. Német álláspont egyértelmű, csak akkor avatkoznak be, a biztonsági tanácsi felhatalmazás van, ezt most megkapták, de az odaküldött 1200 fő nem harcolni fog, hanem 6 állandó felderítőgép lesz a németeknek, odaküldenek egy hajót a francia flotta részeként a szíriai partokhoz, odaküldenek kiképzőket, hírszerzőket, de harcoló alakulatokat nem. Hogyan tud ilyen intenzíven és folyamatosan ellenállni az iszlám állam? Ez egy olyan kérdés, amivel folyamatosan foglalkozik a sajtó, rengeteg elmélet, összeesküvés elmélet született már ezzel kapcsolatosan. Mit gondol erről az iszlám állam? Miből meríti az erejét? Egyrészt az iszlám állam évi jövedelme 2-től 3 milliárd dollár. Olyan pont van, ami az iszlám állam stratégiáját meghatározza, hiszik azt, hogy kalifátust hoznak létre Marokkótól Indonéziáig, ez lehetetlen, hiszik azt, hogy a világ szélsőséges szervezeteit maga alá rendeli, ez részben Boko Harammal is néhány egyébbel bekövetkezett, és végezetül hiszik azt, hogy a világon ne legyen olyan ország, ahol adott jelre az emberei nem robbantanak. Ez a három lépcső stratégiája jelenleg az iszlám államnak. Az iszlám állam korlátlan bevételekhez jut a kőolaj földgázexporttal, embercsempészéttel, emberkereskedelemmel, szervkereskedelemmel, régiségkereskedelemmel, eddig elképesztő pénzt kaptak a szunitáktól. A szunita álláspont az volt, hogy az iszlám állam föl fog lépni Irán ellen, tehát az őselenség síták ellen. Ez most valamelyest módosult. A törökök néhány nap óta keményebben lépnek fel az iszlám állammal szembe. Az elmúlt napokban kiutasítottak 2000 embert, akik az iszlám állammal akartak harcolni, és 12 ezret nem engedtek be olyanokat, akik szintén az iszlám állammal keresték a kapcsolatot. A török politikában ezek a lépések újak. Most már sok helyen felszínre kerül az is, amikor a G20-as találkozó volt, akkor az orosz elnök üzent, mégpedig azt üzente, hogy a G20-ak közül azok a nagyhatalmak, akik támogatják vagy pénzelik az iszlám államot, álljanak le ezzel a folyamattal, kikre vagy mire gondolhatott az elnök? Hát az iszlám államot az Egyesült Államok hozta létre, de teljesen más célrendszerrel. Az iszlám állam radikalizálódott és szembefordult az USA-val, emellett óriási pénzt kapott az iszlám állam többek között Szaúd-Arábiától és az öbölbeli gazdag szunita államoktól. Hivatalosan ezek leálltak a pénzküldéssel, a valóságban ugyanúgy küldik a pénzt, csak közlik, hogy nem ők küldték, hanem magánemberek. Tehát nagy változás nem következett be. Nézzünk egy másik irányvonalat. Fordulópont volt a párizsi terror támadás, a terror cselekmények sorozata. Megváltoztatta egész Európát, illetve Európának a hozzáállását a biztonság kérdés. Milyen lépéseket tettek az európai országok annak érdekében, hogy jobban védjék magukat? Az egyik az, hogy még aktívabb a hírszerző együttműködés, a másik az, hogy most következett be először, hogy első generációs, most bejött migránsok robbantottak, a harmadik az, hogy Európa jelentős része ugyanazt a nézetet vallja, mint az USA 9-11 után, hogy a biztonság fontosabb, mint az emberi jogok. Milyen lépéseket tesznek ennek érdekében, milyen az együttműködés az európai országoknak? Gyakorlatilag végre elkezdődött egy olyan együttműködés, hogy egy biztonsági tanácsi határozat kijött 15-0 arányba, hogy az iszlám államot föl kell számolni, és ma már elég komolyan veszi Európa azt, hogy az iszlám állam felszámolása nélkül európai biztonság nem létezik. Ugye éppen ma van a Párizsban a klímacsúcs, és fokozott biztonsági rendszer működik természetesen, de érdekességképpen Nagy-Britannia jelentette be pont a mai napon, hogy nagy a terror fenyegetettség az országban, mire alapoznak? Arra, hogy egész Nyugat-Európában rendkívül nagy a terror fenyegetettség. Nagy-Britániában egy nagyon nagy létszámú muzulmán kisebbség él, és a legutolsó fölmérések szerint ennek a kisebbségnek a 10-20%-a egyetért az iszlám állam céljaival. Ettől kezdve objektív a terror fenyegetettség megvan. Itthon milyen lépések születtek, vagy milyen intézkedések születtek annak érdekében, hogy Magyarországot is védjék? Nyilvánvalóan Magyarország jelen pillanatban nem célpont, ezt is tudjuk. Egyrészt Magyarország zárta határait elsőként Európában, de ötödiknek építettük fel a szöges drótot. Második. Itt egy rendkívül kis létszámú muzulmán közösség él, kb. 30-35 ezer fő. Harmadik.
Ezek jelentős része itt végezte korábban az egyetemet, felső középosztályhoz tartoznak, magyar feleségük van, tehát nincs igazi terrorveszély. Ezzel együtt Párizs hatására egy lépcsőfokkal meg kellett emelni a terrorfenyegetettségi szintet. Abszolút biztonság a mai világban nincs, de Magyarország ma, hál' Isten, nem tartozik a fenyegetettség első vonalába. Nézzük meg a gazdasági vetületeit. Vannak-e gazdasági vetületei a migránsválságnak itthon? Rengeteg vetülete van. Tehát egyrészt abba percben a szöges drótkerítést kell építeni, a gazdasági kapcsolatok nehezülnek. Másrészt abba percben bárki Schengent fölfüggeszti. A turizmus a szomszédban menetel, a szabad kereskedelem rendkívül nehéz helyzetbe kerül, tehát minden országnak ez gazdasági nehézséget okozott, nem csak nekünk. A harmadik, hogy a migráns kérdéssel párhuzamosan gyakorlatilag január 31-ig embargó van továbbra is Oroszországgal szemben, amely Magyarországnak egy rendkívül komoly partner. A magyar határoknál egy olyan ukrán válság van, ahol nem tudom eldönteni, hogy melyik lesz az a pillanat, ahol óriási létszámú gazdasági migráns megindul, tehát Magyarországnak a jelenlegi válság ugyanúgy nem tett jót, ahogy Európában senkinek. Milyen prognózisok várhatók? Ugye ezt nagyon sokszor kérdezték meg öntől. A válaszom az, hogy egy olyan világban élek, ahol lehetetlen megmondani, hogy fél óra múlva mi lesz. Jelenleg napi 20-tól 22 háború folyik a világban. A második világháború vége óta még nem volt békés nap, és ahogy elnézem, belátható ideig sajnos nem is lesz. Milyen lesz az az új világrend, aminek a kialakulásáról fog beszélni a mai nap folyamán ennél a kerekasztalnál? Egy olyan világrendről van szó, amelyiknek három játékosa van. Első az USA, második Kína, harmadik Oroszország. Európa már nem globális játékos. Az elmúlt 20 évben Európa helye szerepe drasztikusan lecsökkent. És milyen lesz ezután? Ez részint Európán múlik azon, hogy képesek leszünk a határainkat megvédeni, mert ha nem, akkor Európa pozíciói még sokkal gyengébbek lesznek, és ettől kezdve végveszélybe tudjuk sodorni saját magunkat.